Számos napirendi pontot tárgyalt Bonyhád városának képviselőtestülete legutóbbi ülése alkalmával. Ez az időszak a tavasz, a beszámolóknak az időszaka április-május, mint az önkormányzati tulajdonú cégek, mint pedig az intézményeink és az önkormányzat által alapított alapítványoknak a beszámolóinak az időszaka. Már az elmúlt képviselőtestület ülésen és a következőn a májuson is lesznek ilyen napirendek. A mostanin tárgyaltuk a Solymár Imre Városi Könyvtárnak az elmúlt évről szóló beszámolóját, és két olyan alapítványnak is a beszámolóját, amelyeket vagy önkormányzatunk alapított, ilyen a tájkutató alapítvány, vagy pedig jogutódlással lett az önkormányzat, mint alapító, hiszen 91-ben az akkori költségvetési üzem alapította a kolónia alapítványt. Mind a kettőről elmondható, hogy olyan tevékenységet végez, bár teljesen más területen, amely az önkormányzatnak a feladatellátásával, a mi céljainkkal, törekvéseinkkel teljesen összhangban van, és így működik, és nagyon fontosnak tartom mindkét szervezetnek a működését, hiszen segíti a munkánkat, nem csak anyagilag, hiszen egy civil szervezetnek számos más lehetősége van pályázatoknál, mint egy önkormányzatnak, hanem együtt gondolkodásban és együtt való konkrét gyakorlati tevékenységben is. A kolónia alapítványnak nagyon sokrétű a feladata, de talán amiatt vele leginkább találkoznak a városlakói, az egyrészt a zöld területek, a közterületeknek a világosítása, parkosítása, szépítése. Nyertes pályázatoknak köszönhetően tavaly évben is, és idén is lesz olyan közösségi virágültetés a közeljövőben, amely az alapítvány támogatásával fog megvalósulni. Jelenleg pedig akad is olyan terület, amely parkosításra vár a Völgységi Múzeum környezetében. Az ebben is aktív szerepet vállaló kolónia alapítvány széleskörű tevékenységgel bír. Nagyon népszerűek azok az előadások, azok a közös beszélgetések, amelyek a Terítéken című rendezvénysorozatot is szintén ők szervezik. Nagyon sok mindent lehetne még felszorolni az ő tevékenységük, tehát talán ezek a legjellemzőbbek, amivel a város lakossága találkozik. A tájkutató alapítvány pedig alapvetően a Völgységi Múzeum működését, annak a céljait, annak a megvalósítását tudja segíteni. Elsősorban ugyanazt az értéket, értékrendet vallja, és ugyanúgy a pályázataival, a tudományos jellegű előadássorozatokkal és a kultúrával, a gyűjtemény bővítésével foglalkozik. Mindkét beszámolót a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Ezen felül a város fejlesztéssel kapcsolatos döntéseket is meghozott a testület. Olyan alapdokumentumoknak a módosítása, amely az új uniós ciklusban a város fejlesztésének a stratégiájához, az új építkezésekhez nagyon fontos. Mi már nagyon régen, több mint egy évvel ezelőtt minden olyan dokumentumot megalkottunk és elfogadtunk, különböző stratégiákat, ilyen a városfejlesztési stratégia, vagy ilyen a településfejlesztési programterv, röviden ITP, meg FVS, mi már ilyen mozaik szavakkal dolgozunk itt a kollégákkal, de hogy a nézők is értsék, igyekszem ezt kifejteni. Ez több mint egy éve ezekkel rendelkezünk, hiszen a háttérben, amikor még nincsenek konkrét kivitelezések, fejlesztések, nagyon sok és hosszú időn keresztül végzett munka előzi meg egy-egy projektnek a létrejöttét. Mondhatom, hogy években mérhető ez, mi most ezt az időszakot éljük. Sajnos számunkra még a járásszékely települések számára kiírt topuszos források még nem is jelentek meg, magát a felhívásokat sem kaptuk meg. Külön keretből gazdálkodhatunk, majd 5 milliárd forint az, amire mi pályázhatunk ezekben a projekteket érintően, amíg mi 20 projekttel készülünk, hogy mennyi fog tudni megvalósulni. Az nyilván attól is függ, hogy még mennyit kell várnunk az időben, mert ugye az árak elég gyorsan változnak, de kész tervekkel és projektötletekkel várjuk ezeknek a felhívásoknak a megjelenését, a pályázatok kiírását, ami vélhetően május végén, júniusban talán már el is érhető lesz számunkra. Az Európai Bizottság az elmúlt év decemberében fogadta el a topusz fejlesztési tervekkel Magyarország kormányának az elképzeléseit, és mi pedig már több mint egy éve elfogadtuk ezeket a programterveket, ezért az akkori döntést, a decemberi döntésthez kellett igazítani a különböző módosításokhoz. Érdemben nagy különbségek nincsenek, de mégiscsak összhangban kell lennie a Brüsszel által elfogadott programtervnek a Bonyhádival. Különböző prioritások átcsoportosításra kerültek, de a lényegen nem változtat, hogy ugyanazokat a projekteket szeretnénk megvalósítani, mint amit eredetileg is elképzeltünk.
legelsőként említem, mert egy példát is szeretnétek biztosan hallani, a városi helyi piacnak a megújulását, amit nagyon-nagyon régóta vár mindenki Bonyhádon velem együtt, hiszen már az elkészült terveinknek az engedélye, a kivitelezésnek az engedélye, egyszer már az építési engedélyünk lejárt, meg kellett hosszabbítani, olyan régóta készülünk ennek a megvalósítására, most nagyon bízom benne, hogy végre megvalósulhat, de ilyen az ipari parkfejlesztésnek a hármas üteme, a csapadékvíz infrastruktúrának a fejlesztése, malomóvoda bővítése és annak korszerűsítése, a Solymár Imre városi könyvtárnak a felújítása, a Majos felé vezető kerékpárútnak a felújítása, és még hosszasan sorolhatnám, mint ahogy említettem, 20 ilyen projektötlet van. Perczel Mór honvéd tábornok szobrának áthelyezéséről is döntés született a testületi ülés alkalmával. Ugye ezt a szobrot 1979-ben állították, az akkori közgazgatási szakközépiskolának a közterületi részére, amely időközben egyébként 2011-ben áthelyezésre került a jelenlegi helyére, de az az iskola területéhez egy külön ingatlanhoz tartozik, nem közterület. Időközben Bonyhád Város Önkormányzata a volt iskolának az ingatlanát értékesítette egy nyílt pályázat során, ezért kénytelenek voltunk a szobor áthelyezéséről dönteni, hiszen az eladott ingatlan területén van, és szeretnénk olyan helyet találni neki, amely méltó Perczel Mórhoz és az ő hagyatékához. Szerintem sikerült jó döntést hozni a testületnek. Javaslatomra a megújult Perczel Kúria udvarába kerül elhelyezésre. Bízom benne, hogy ez egy olyan helyszín, ami mindenki számára elfogadható lesz, és különösebb vitákat nem fog generálni a városban. Legutóbb 2011-ben volt felújítva ez a mellszobor, akkor Perczel Mór honvéd tábornok a 200. születésének az évfordulójára, de természetesen, mielőtt a bízom benne, hogy végső helyére kerül, szintén felújításra kerül a mellszobor.